Üdvözlöm Önöket, ma újra Herceg Eszterházy Antallal beszélgetünk, tartsanak ma is velünk. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám a hányas szépség gazdag kebelén. Két héttel ezelőtt megismerhettük az Eszterházy család történetét, és azt, hogy ki és hogyan örökölheti a családfő hercegi címét. Ma pedig szeretnénk megismerni azt az embert, aki jelenleg ezt a főnemesi rangot viseli. Galántai és Fraknói Eszterházy Antal az Eszterházy család hercegi ágának 13. családfője. 1936. december 27-én született Bécsben. Édesanyja nagyapponyi Aponyi Mária Gabriella, édesapja Eszterházy Antal, aki második fiúként jött a világra a hercegi családban, és 1944-ben esett el a II. Világháborúban. Nagybátyja Herceg Eszterházy Pál volt, akitől 1991-ben örökölte meg a hercegi címet. Másik nagybátyja, édesapjának öccse, Eszterházy László, aki Ausztriában élt. Eszterházy Antal 12 éves koráig Magyarországon, Ozorán, illetve Budapesten élt. 1947-ben hagyták el az országot édesanyjával. Először Ausztriába, később Belgiumba menekültek. Ott végezte el az egyetemet is, mérnök közgazdász diplomát szerzett. Dolgozott bankban, az autóiparban és biztosítási cégnél. A nyugati világ szinte valamennyi nyelvén kitűnően elboldogul. 1991-ben tért vissza először Magyarországra, amikor ő lett az Eszterházy család feje. Magyarországon számos kulturális és szeretetszolgálati tevékenységet vállalt és vállal ma is. Legaktívabb közhasznú munkát az elmúlt időszakban a Közép-Európai Klub Pannonia elnökeként és az Eszterházy kastély felújítási programjának védnökeként végzett. Több társadalmi funkciót tölt be. A többi között megkapta a belga király tiszteletrendje az európai feltalálókért, az Európai Egyesület érdemrendje az európai integrációért kitüntetést, a spanyol császári és királyi 5. Károly lovagrend nagykeresztjét, valamint a svéd királyi Samaranta rend kitüntetését. 5 éve főleg Eszterházán lakik, mert a magyar állam egy lakosztályt bocsátott a rendelkezésére. Legfontosabb célja az Eszterházy örökség gondozása, sőt gazdagítása. Köszöntöm újra nagyon sok szeretettel itt a stúdióban Herceg Eszterházy Antal urat és Bardi Terézia művészettörténészt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták ismét meghívásunkat. Jó estét kívánok, ez itt Csókolom. Még mielőtt Antal herceg fiatal koráról beszélgetnénk, ismerjük meg előbb szüleit. Hogyha jól tudom, édesapja a második fiú gyermek volt ez. Igazából mit jelentett akkor egy hercegi család történetében vagy életében? Hogy második gyereke volt a családnak? Hát ő nem volt hitbizományi jelölt, hogy átvegye a családnak a nagy vagyonát, hanem ő sokkal szabadabban élhetett, és nem volt az ő vállán olyan nagy felelősség, mint mondjuk testvérének, Pál hercegnek, aki aztán nagyon nehéz körülmények közt átvészelte az egész II. Világháborút, és annak aztán a következményeit. Ez mit jelentett, hogy szabadabban élhetett? Más volt a neveltetése, más iskolákba kellett járni, akár mondjuk más ruhába is? Ő kiválaszthatta szabadabban, hogy milyen pályafutást óhaj teljesíteni, milyen iskolákba menjen, és nem kellett neki ahhoz alkalmazkodni, hogy neki egyszer át kell venni annak az óriási 127 ezer hektáros hitbizománynak a vezetését. Testvérek között volt egy nézeteltérés a különböző Eszterházy, herceg Eszterházy fiúknak az életmódjáról. Bocsánat, édesapja és neki a bátyja Pál, között. Igen. Igen, Pál herceg, aki a hitbizományi herceg lett 1920-ban, és aztán a harmadik testvér László herceg, aki aztán mindjárt kivándorolt Ausztriában, és már a háború alatt is Pottendorfban, tehát alsó Ausztriában élt. Nagyon
nagyon szigorúan lett nevelve, nem a szüleitől, hanem ő neki egy nevelője volt, egy doktor Horváth nevezeti nevelője, akit a családban becézték Fekete Hercegnek, aki neki nagyon kevés lehetőséget adott arra, hogy ő úgy éljen, ahogy ő azt elképzelné. És akkor ott volt a legközelebbi testvér, a legközelebbi öcse, az én édesapám, autóverseny, síelni ment St. Moritz-ba, Svájcban, sivatagban ment az almásival autón, és mindenféle ilyen dolgokat csinált, feltűnő dolgokat, amit mások nem igen tudtak még annak idején csinálni, de valahogy azért irigy volt arra, hogy hát a fiatalabbik megengedheti magának, pedig a vagyona is kisebb volt, hát Ozora 4000 hektáros volt, és a hídbizony már 125 000. Visszatérve még Ez kicsit megnehezítette a kapcsolatot a kettő között. Szülői egyébként hogy ismerkedtek meg? Az kicsit a véletlen segített, ott unillik édesanyám családja egész a közelben lakott Ozorához, Pálfán, az olyan nagyjából 20-25 kilométerre volt, és mikor megismerkedtek, édesapám hónapokig minden második nap átlovagolt Pálfára, hogy udvaroljon. Ez egy szerelmi házasság lehetett? Ez kimondottan az volt, és szabad volt választani, ha édesapám hitbizományi hercegnek lett volna jelölve, akkor neki kellett volna arra figyelnie, hogy megfelelően házasodjon, tehát a főnemesség körében, de édesanyám családja, az aponyiak is oda tartoztak, úgyhogy teljesen vele együtt az is létrejött, hogy hát itten két nagynemesi család házasodott össze, és nem lett volna problémája édesapámnak ebből a szempontból sem. A történészt kérdezem, hogy ez az 1920-as, 30-as években mennyire volt már bevett, hogy két főnemesi család sarja, leszármazottai mondjuk tényleg szerelmi házasságot kössenek? Én azt hiszem, hogy ez igen és nem is, tehát bevett is és nem is. Tehát mindenre van példa az ellenkezőjére is, és arra is, hogy már nem főnemesi családdal házasodik, de hát épp hogy ahogy Herceg úr mondta, az aponyi család az egyik legrégibb magyar nemesi család, az egyik legrégibb magyar főnemesi család, és olyan családokkal kerül rokonságban, mint gondoljunk arra, hogy épp ez az időszak, amikor Zogó Albán király eljön Magyarországra és elveszi aponyi Zseráldint. De hát ez az a világ, amikor már a nagy szerelmi házasságok sokszor politikai bonyodalmakat okoznak akár egy ország bel- és külpolitikájában is, gondoljunk csak Edvárd hercegre. Hogy Zog királlyal Zseráldin házasság és egy szerelmi házasság volt. Igen. Egészen a monarchia végéig, 1919-ig mindig kellett az uralkodónak a beleegyezése, hogyha családfők vagy jövendő családfők házasodtak. És akkor kellett volna bárkinek is, hogy mostan megfelelően házasodik, vagy nem főnemesi családban, mindig az uralkodó engedélyét megkérni. Ez 1919 után már nem volt lehetséges, mivel hogy monarchia már nem volt, bár megvolt a magyar királyság, de nem volt király, Horthy Miklós ebben nem avatkozott bele, és nem is volt mit beleavatkoznia, és hát azóta mindenki, minden főnemesi család betartja azt az előírást, amit a családfő előír a többieknek. Egy főnemesi családba beleszületni, az valójában szigorú gyermekkort jelentett ön számára? Hogy emlékszik vissza ezekre a korai évekre? Egyáltalában nem szigorú. Én visszaemlékezem az ozorai évekre, hát leggyönyörűbb éveim az életemben, és biztos, hogy nem volt az a szigorú, viszont a háború után, amikor egyértelmű lett, hogy
Pál hercegnek nem lesznek utódjai, nem lesznek gyerekei, és hogy én vagyok a legközelebbi, én leszek a legközelebbi, aki ezt a felelősséget átveszi, akkor nagyon kellett arra felkészülnöm és figyelnem arra, hogy mindent úgy tegyek, ahogy azt elvárják tőlem ebből a szempontból. A kastély kúria az tulajdonképpen egy játszóterem volt, egy négyszögletes belső udvar, kúria az egyik oldalon, a telivéreknek az istálója, aztán a lovarda, és egy pár épület, amelyik hozzá tartozott. És én ebben a négyszögbe föl alá közlekedtem, először egy olyan pedálos kiskocsival, amivel mindenhova bementem, az istálóban is, ez a telivér mének telivér lovak egyáltalában nem is moccantak, hogyha én bementem be nagy lármával, másokat rúgták, harapták, de engem nem. És én otthon éreztem magam. Mikor kezdett el lovagolni? Hát én azt hiszem elkezdtem lovagolni, mielőtt járni tudtam. Mert Ozorán volt a magyarországi angol telivérménes, azt IV. Miklós, Eszterházi Miklós hozta Angliából, feleségével együtt, Sarah Child Villers volt a felesége, hát angol feleséget hozott, és mindjárt a telivéreket vele. Úgyhogy azok Ozorán voltak, és édesapám kezelte ezt a ménest. Hát persze annyi ló, nem tudom, közel 100 telivér, angol telivér volt ott, hát persze azokat lovagolni kellett. Édesanyám imádott lovagolni, édesapám is nagyon jó lovas volt, hát persze, hogy engem is rátettek először egy pónira, egy borzasztó dög volt, úgy hívták, hogy Bokréta, és azon tanultam lovagolni, nem tudom hányszor ledobott, de nekem egy nagyon jó lovastanárom volt, a Szabó bácsi, az egy nyugdíjazott huszártiszt volt, és attól igazán megtanultam rendesen és jól lovagolni, és én mindig mentem a felnőttekkel is a ponimon, csak ez a poni ismerte már a terepet, és hogyha nehéz akadályok voltak, akkor az nem ugrott, hanem ez megkerülte az akadályt, és tudta, hogy lehet a csatornán, a folyón, vagy bármin átmenni, és akkor megint ott lukadt ki, ahol a többiek is voltak. Úgyhogy mindig a végén a halálinan én is ott voltam, de más úton jöttem, mint a többiek. És azt nem én választottam, hanem a lova. Itt van a könyvben egy olyan kép is, amikor 2-3 éves lehetett, és köpeny van önön. Igen, és pizsamában vagyok, igen. És amikor bevitt édesapám, a kastélyba, igen. Édesapám, vagy édesapám, azt hiszem édesapám volt, visszajött a lovaglásról, és kint állt a ló, amíg ő bejött és valamit intézett. És én sajnáltam a lovat, azt gondoltam, mert ő is jöjjön be reggelizni velünk, hát behoztam a hátas lovat a folyosóba. És mit szóltak szülei ehhez? Nagyon nevettek, azt hiszem, és mindjárt fényképezték a helyzetet. Már valószínűleg elhangzott, hogy talán a leghíresebb magyar ló kincsem, Az is az ozorai ménes tagja volt. Úgyhogy ez egy csodálatos központja a magyar lósportnak, a magyar lótenyészetnek. A környékbeli gyermekekkel milyen kapcsolatban volt? Mennyire éltek elszigetelten tőlük? Egyáltalán nem. Tudnilik, édesapám, ki ott a helybeli fiataloknak a foci csapatját is támogatta, odaállított nekik egy egész korszerű focipályát, és segítette őket, ahol csak lehetett. Ezek a gyerekek az iskolából, hogyha az iskolának vége volt, az utolsó óra helyett meg voltak hívva hozzám a kúriában, hozzám ott játszani, velem játszani, és akkor kaptak egy uzsonnát, és el lettek látva. Úgyhogy nekik az iskola is egy öröm volt, mert tudták, hogy az iskola végén mennek a kis herceghez, és ottan aztán mindent megkapnak, ami szemük szájuk kíván. A szép gyermekkori évek is hamar vége szakadtak, hiszen kitört a második világháború. Sajnos. Úgyhogy hogy édesapja is részt igen, vett a harcokban. Önkéntes lett ő a Donkanyartól az egész visszavonulást a budai hegyekig végig szenvedte, és aztán hősi halált halt Sárisápon, belekeveredett egy ütközetben, ahol aztán
valahogyan egy lövés érte. Hónapokig nem tudtuk, hogy mi történt vele. Jó 6-8 hónap után aztán jött a jelentés, hogy úgy látszik találtak valakit, aki megfelel ennek a személyazonosságának. És akkor édesanyám egy ismert orvossal, a Lunitzer sebésszel elmentek megnézni, és a fogsora alapján aztán megállapították, hogy az ő volt. Egyértelműen, és elég könnyű volt őt fölismerni, mert 1,97 m volt, hát tulajdonképpen óriási nagy, a legnagyobb fiú a családban, és ezáltal talán kicsi könnyebb volt megállapítani, hogy az ő volt-e vagy nem, tehát 100%-osan biztos, és a holttestét aztán a Kerepesi temetőbe hoztuk vissza. Onnét az Eszterházi Alapítvány Kismartonban kihozta a koporsóját Kismartonba, és ott van még mindig, de én szeretném őt visszahozni a sírdombra Fertődön. És a nagyszülőkkel együtt legyen temetve. A háború utáni évek az önéletét hogyan változtatták meg? Hát úgy, hogy egészen 47-ig, hát először Budapesten jártam elemi iskolában, aztán 47-ben a piaristákhoz egy fél évig, de nagyon, nagyon gyorsan el kellett hagyni az országot, mert édesanyámnak jelezte a svájci követ, hogy vigyázzon, mert már keresik őt, az ÁVO már kereste, és hogy minél előbb hagyja el az országot Ausztria felé, és a svájciak segítettek nekünk kijutni, hogy hogyan azt nem tudom, de én emlékszem arra, hogy egy szép napon édesanyám mondta, hát pakoljál valami kis bőröndöt, mert megyünk. Taxival ki Budapestről, akkor gyalogoltunk erdőben, akkor tehervonaton voltunk egy fél napig, leszálltunk, ott megint gyalogoltunk, és egyszer csak bekopogtunk valahova, ahol németül válaszoltak nekünk, hát nyilván Ausztriában voltunk. A háború utáni arisztokrácia élete azonnal megváltozott egyébként? Egyfelől igen, mert hogy a háború az egy olyan óriási lelki, szellemi, fizikai sok. Ugye az arisztokrácia nagy része valóban egyrészt megszenvedi, mert harcolnak, esetleg életüket vesztik a harcok között, elvesztik az otthonukat, megsérülnek, tehát a gazdaságok mennek tönkre. Másfelől nagyon sok embert internálnak az arisztokráció, tehát madhazembe kerülnek, tehát ez őket is ugyanígy érinti. Vannak természetesen önök, akiknek sikerül elmenekülni az országból, viszont az igazi nagy változás, ugye 45-ben mindenki még reménykedik. Mindenki tele van reménnyel, véget ért a háború, van valami, ami egy új kezdet, egy lehetséges új kezdet az országnak a felépítése, megindul az újjáépítés, a Rommel takarítás, az emberek elkezdenek élni. És csak akkor nem tudták, hogy politikailag az hogy fog felelődni. Így van. Tehát 46-47-re és aztán 47-49, ezek azok a dátumok, amelyek gyökeresen változtatnak meg mindent. Milyen volt megérkezni az új világba? Hát Ausztria valamivel könnyebb volt, mert nagyon sok volt a rokonság Pécsben és az egész országban. Mikor menekültünk 1947-ben, mi mindjárt az első hely Pottendorf volt, ahol megálltunk, ahol László nagybátyám élt, és ő felfogadott bennünket, és aztán tovább küldött a rokonságba először Bécsben és környékén, és aztán később, amikor Belgiumba kivándoroltunk, akkor a belga nemességgel összehozott, ahol közeli rokonaink is voltak. Tudniillik, ők nagypapámnak a második felesége egy belga volt, egy krui hercegné. És a krui rokonság által mi nagyon
gyorsan és könnyen beilleszkedtünk a belga arisztokrácia közé. És akkor a belgák nagyon segítettek nekem először a gimnáziumot befejezni, és aztán az egyetemi életembe, a Louvain-i Egyetemen. De ön számára milyen volt megérkezni egy idegen világba? Hát egészen más, és én 11-12 éves koromban még nem egészen realizáltam, hogy az mit jelentett. Főleg azt láttam, hogy azonnal bennlakónak el lettem helyezve a jezsuitáknál először Ausztriában 3 évig, és utána aztán kivándorlás Belgiumba, ahol ugyanúgy a jezsuitáknál egész az érettségig bennlakó voltam, tehát egyike a keveseknek, akik éjjel-nappal bent voltak a papokkal, és a többiek mentek haza, és másnap jöttek iskolába, de mi beszorultunk oda, és ott maradtunk. És akkor az érettségi után akkor megváltozott az annyiban, hogy az egyetemre már szabadon jártunk, már szabadabban, és a belga rokonságnak köszönhetem, hogy én az érettségi évemben vettem magamnak egy autót. De az egy olyan volt, amit az autó temetőben vettem, nem volt üzemképes, hanem a motort rendbe kellett hoznom. És akkor a kocsi súlyának a megfelelő roncs értékét fizettem ki, hát nem volt sok, és akkor kellett javítani, és emlékszem, én a motort szétszedtem, és kellett szelepeket cserélni, és tudja Isten mit. Én először azt se tudtam, hogy mi az a szelep, akkor szétszedte, ez az. És egy hónapon keresztül édesanyám nem tudott főzni, mert a konyhában a motorom szét volt szedve, én is azon barkácsoltam. A végén összetettem, és ez a kocsi ment 5 évig. Antal Herceg, legközelebb innen folytatjuk ezt a beszélgetést, hogyha van rá lehetőség, szeretnénk ismét önöket ide meghívni a műsorba. Köszönjük szépen, hogy elfogadták ismét a meghívást. Köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy ismét minket választottak. Köszönjük figyelmet, viszontlátásra 2 hét múlva, de addig se feledjék, az állam vagyona, a nemzet vagyona, a nemzet pedig mi vagyunk. Viszontlátásra!